Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag, és természetes módon kifejlődik. Szükség van a megóvására, gondozására, mert a tehetség gondozása a nemzet kultúrájának szerves része. Gyarmati Éva, pszichológus szavaival köszöntöm Önöket. Sok-sok szeretettel Nagykanizsa város vezetése és közössége nevében a pszichiátriai betegek 10. országos színjátszó és művészetek számos településéről érkező pszichiátriai gondozottak, mint élő közössége a Völd Alapítvány égisze alatt megmutathassák a világ előtt, hogy milyen képességekkel rendelkeznek, hogy mennyire szerves részei a társadalomban. Hiszen a találkozó, ahogy az alapítvány küldetésében is megfogalmazódik, a betegek számára az önkifejezés lehetősége.